Na, hello, hello mindenkinek! Túl vagyunk egy fárasztó hétvégén, én legalábbis tuti. Hadd kezdjem azzal, hogy tök meglepődtem, hogy hányan néztétek meg az a előző videót. Gyakorlatilag megdöntöttünk minden rekordot, mondjuk amit az elmúlt, nem is tudom, fél évben sikerült streamelni, azt bőven vitte az előző vlog, úgyhogy ameddig ennyien kíváncsiak vagytok arra, hogy mi történik ma a házatáján, addig akkor ezt csinálni fogjuk. Most pedig igyekszem elmondani, hogy nagyjából mi volt a hétvégén. Ugye, aki lemaradt volna róla, arról van szó, hogy volt egy esemény, Ultra Balaton, 221 kilométert körbefutnak a emberkék, nem kell megijedni, nem neveztem. Gyakorlatilag forgatni mentünk le, illetve hát nem forgatni, hanem élőben közvetíteni ezt a sporteseményt. Ez egy háromnapos kis túra, nyilván pénteken kezdődött, vasárnap volt a vége, és akkor megpróbálom összefoglalni, hogy mennyi minden ökörség fér bele gyakorlatilag ebbe a három napba, mert hogy nem kevés borzalom volt, az tuti. Így, ha egy szóval próbálnám meg összefoglalni, akkor most azt mondanám, hogy kurva jó volt. Ha ezt valaki, ezt a kérdést mondjuk vasárnap délután teszi föl, akkor valószínűleg nem ez lett volna a válasz, hogy kurva jó volt, hanem az lett volna a válasz, hogy lőjetek agyon, csak legyen vége. Tehát, hogy így, nem tudom. De azért jó volt. Szóval lényeg, menjünk idősorrendbe. Elkezdődött pénteken a cirkusz azzal, hogy kaptam egy kis teherautót, mármint hát nem örökbe így megkaptam, hanem megnyertem a lehetőséget, hogy én vezessem. Ezt azért történt meg, mert mindenki más lepasszolta, ebből is érezhető, hogy ez mekkora nagy buli volt, hogy gyakorlatilag megnyerni a kis teherautót. Na lényeg, hogy összeszedtem a srácokat, legangoltunk a raktárhoz, bepakoltuk a tucot, hála a jó Istennek, már elfáradtam, mint a dög. Lehúztunk Balatonra, ugye maga a rendezvény az füredi helyszínnel, hát legalábbis Füreden volt a központ, ahonnan indultak per érkeztek a futók, úgyhogy nyilván mi is legangoltunk Füredre. Egyet az első pofon, mert nyilván ha ott vagyok, akkor egyfelől esik az eső, másfelől úgysem fog minden sikerülni. Hát így odaértünk, gondolták, hogy megkérdezik a szervezőket, hogy akkor hova lehet leparkolni, majd mindjárt kirakjuk a tucot. Hát közölték, hogy ott a túloldalon még van hely, így a parkolóban, és akkor mondtuk, hogy ez szuper, de hogy nekünk kéne mondjuk áram 220 meg dolgok. Hát, hogy az ott nincs. Úgyhogy azzal kezdődött a cirkusz, hogy megpróbáltuk valahogy átrámolni a hosszabbítóval nyilván az áramot a közvetítőkocsihoz, de itt rögtön megőszültünk, mert hát azért az egy teljesen jó kezdés, amikor ez az péntek, minden sikerülni fog, életedben először, és hát végülis áram nélkül tök egyszerű lehúzni egy hétvégét, mindegy, megoldottuk, semmi gond, elkezdtük összepakolni a tucot. Nyilván semmi nem működött, mert miért működött volna, vagy legalábbis sokkal nehezebben állt össze a dolog, mint ahogy azt hétköznap mi leteszteltük előtte, hogy mit hogy kéne beüzemelni. Úgyhogy kezdődött a tömény szopás, és hát ugye időre ment a történet, mert hát 5 órakor, hát lehet, hogy most össze-vissza hazudozok. Egyébként ezt amúgy is megszokhattátok, ez nem azért van, mert hazudni akarok, csak bőven rég elfelejtettem, hogy az 5 órakor kezdődött-e vagy nem, de úgy rémlik, hogy 5 órakor. Na mindegy, szóval mindjárt kezdés van. Hál' Istennek még nem a futók indultak, hanem csak gyakorlatilag egy ilyen előfelszopás, vagy nem tudom, mindegy, szóval megnyitó, bla bla bla, ilyesmi, amit persze már nyilván jó lett volna, hogyha élőbe tudunk adni. És akkor kezdett hasonlítani nagyon egy malastream kezdésre a történet, tehát ott ültünk 16 óra 55 környékén, ugye 5 perc még legalább hátra van, se kép, se hang, se semmi, mindenki rohangál, mint a pók a falon.
speaker még így megpróbált minket bepromózni, hogy még be is mondta, hogy a streamsporttól lehet élőben közvetíteni az eseményt, mi így kinéztünk a kocsiból, hogy ez az basz nagyon jó lesz, csak még semmi nem működik, basz meg. Úgyhogy gyakorlatilag abszolút ilyen malastream kezdési vizsgadruk volt a történetben, de egyébként összejött. Csak itt halkan megjegyezném, hogy összejött. Gyakorlatilag nem is tudom, hogy hogy, de valahogy összejött. Tehát igazándiból semmi alapja nem volt annak, hogy az össze fog jönni, de összejött. Na, mindegy, meg volt a megnyitó, mindenki boldog, lila volt a feje mindenkinek, hogy ilyen szar kezdés, hogy életében soha senkinek, de hát először láttuk a cuccot, tehát gyakorlatilag egyetlen egy fickó volt ott, aki már látott ilyet. Jó? Csak rakjuk tisztába a dolgokat. Úgyhogy ahhoz képest szerintem egész jól sikerült. Na, aztán a rendezvényen már este van, reggel keltünk, pakoltunk, vezettünk, csináltuk, nem ettünk semmit, be volt harangozva, taste a party, meg minden lesz, mész a kis karszalagoddal, hogy rendező, és akkor majd adnak tápot, meg minden. Na hát, fáradjunk oda a vályóhoz, és akkor kiderült, hogy nekem a taste party már így előttem volt egy ilyen malomkeréknyi pizza így a lelki szemeim előtt, hogy valami, tehát hogy taste party, érted, nem tudom. Na ez kiderült, hogy szerintük a taste party az egy ilyen kis műanyag tálon, ez az eldobható szarom, mint mondjuk a kínaiba kapsz, egy ilyen három spagetti, de három darab spagetti, egy darab ilyen kis, de nem egy ilyen lapsajta, hanem egy darab ilyen vékony kis, tehát hogy nem tudom, ez és azért álltak úgy 2000-en sorban. Csak így. Tegyük helyre a dolgot, hogy taste a party. Aha, meg a nyár. Na jó, oké, semmi gond. Akkor be lett harangozva, hogy nem baj, majd lesz szendvics. Kiderült, hogy a szendvics az ugyan lesz, csak nem mi kapjuk meg, hanem így körbe küldik a Balaton körül, hogyha majd mennek a futók, és mivel egy több, mit tudom én, 20 órát, meg 24 órát, meg 26 órát, futnak a lassabbak, hogy menet közben tudjanak valamit inni, enni, meg stb. Úgyhogy nyilván a szendvicsek is kuka, abból se kaptunk semmit. Úgyhogy abszolút jó volt a kiszolgálás. Fogyók úr ezerrel. Nem baj, beszabadultunk a Tesco-ba, megoldottuk. Na, ez volt így nagyjából a péntek. Akkor miután leadtuk a megnyitót, még gyorsan szétszedtük az egész berendezést, meg újra raktuk össze, mert hogy legyen valami értelmesebb kinézet a dolognak, ne az a full káosz, ami a péntekből sikeredett. Na, mikor kezdődik szombaton a futás? Ezt sose találnátok ki, ezt én se tippeltem volna be. És most megint lehet, hogy el fogom baszni az időpontot, de vagy 3:30-kor, vagy 3:45-kor, most az, vagy 3:00-kor, mindegy, de ez hajnali 3, tehát nem délután, délelőtt 3. Csak így mondom. Tehát, hogy lelkesen elkészültünk úgy pénteken éjfélre. A srácok, akik kezdtek hajnali 3:00-kor, megnyerték a bulit, hogy akár alhatsz 2 órát is, mert nyilván azért a rendezvény megkezdés előtt egy órával már ildomos lenne ott lenni, kihúzkodni a kamerákhoz a kábelt, stb. Meg ránézni a cuccra, hogy azért minden rendben van-e, úgyhogy volt, aki már erősen benne volt a 24. órában 2 óra alvással, de semmi gond. Ez egyébként nem én voltam, mert hál' Istennek sikerült jól megoldani, hogy én a váltásba kerültem, és így akár reggel 8-ig is lehetett csicsikálni. Szóval legyen elég, hogy az őrültek hajnali 3:00-kor, 3:30-kor, 2:30-kor, nem tudom, valahogy így, elkezdődött a futás. Tehát bazd meg! Ki az az állat? Aki készül mondjuk, mit tudom, én nem tudom mennyit készülnek, ezek mondjuk egy évet arra, hogy futni akar, mert ő hülye. 2. Ja, mert hogy nevezési díj is van, becsenget 40 000-et azért, mert ő szopatni akarja magát és körbefutja a Balatont. Majd föl kell hajnali 3:00-kor geci futni. Hú,
Lehet, hogy én vagyok rosszul kódolva, de nagyon brutál alapnak kell ahhoz lenni, hogy ezt te így magadtól, anélkül, hogy a fejedhez a pisztolyt tartanának, ezt így bevállalni. Na mindegy, szóval annyi induló volt mindezek ellenére, hogy neked kell fizetni érte pénzt, és még utána körbefuthatod a Balaton, hogy reggel 3-tól délután 5-ig volt a indulás. Tehát, hogy amíg indultak a csapatok, mert csapattal is, meg váltóban, meg egyéniben, meg volt, aki biciklivel ment körbe, szóval, hogy igazán elég sok variációja volt annak, hogy ki mivel vág neki a projektnek. Szóval gyakorlatilag, ha belegondoltak, akkor ez is egy nagyon durván húzós nap volt. Ez is elment. Itt jegyezném meg, hogy nem tudom, hogy ki tudja azt, hogy az itthoni géppel körülbelül 2 éve szopok a Windows update-tel, ami egyébként tiszteletét tette magán az eseményen is. Képzeld el a flash-t, amikor próbálod beállítani a számítógépet, mert volt 2 számítógép, keverőpult, minden kurva anyja, ami össze volt dugva. Ha valakit érdekel, majd erre is kitérhetünk, de igazándiból szerintem most így mindegy. És akkor ott van a, mondjuk úgy, hogy main gép, össze van dugva minden, már úgy alakul a történet, és akkor így kiszúrod, hogy a Windows így elkezd update-elni a háttérbe, újraindítás, frissítés, semmi gond, hát persze, hát mikor máskor, tehát nem tudom. Tehát nyilván egy oprendszernek a legfontosabb funkciója az, hogy update-elni tudja magát. Nem az, hogy tudjál vele dolgozni, nem az, hogy tudjál rajta játszani, nem érdekes, hogy élő közvetítés van, meg ilyen baromság, Windows update, az kell, Windows update nélkül nincs élet. Szóval innen is csókoltatom a Microsoftot, hogy basszák meg a kurva anyjukat az update-jükkel. De lendüljünk túl ezen a történetem. Ja, szombati kaja. Megint be volt ígérve, hogy lesz ebéd. Rész a kis karszalagoddal, keményem, hát ha most kapsz is valami kaját. Mire én odaértem, mert hát nyilván nem akkor szabadulsz el a közvetítő kocsiból, amikor mondjuk 12 órát üt a harang. Szokott 12 órát ütni a harang, vagy megint hülyeséget beszélek. Na mindegy, szóval nyilván nem pontosan délbe, meg fél egykor, meg ilyesmi mész el kajálni, hanem akkor, amikor végre valaki kiszabadít a kocsiból, hogy átveszi a helyedet és nyomja tovább az élő közvetítést. Szóval mire én odaértem, a leves az elfogyott, az már nem is volt, és elvileg a marha pörköltet adta. Ami egyébként finom volt. A probléma ezzel megint csak annyi volt, hogy ez panírozott szöcske méretű adag volt már megint, tehát hogy így gondolkoztam rajta, hogy vagy agyon kéne verni ezt a hülyét, vagy még vagy 10-szer sorba állni, de hogy megdög lesz éhen, az kurva élet. Tehát, hogy az a kalória, ami fogod magad, kimászol a kocsiból, elbattyogsz a kajádáig, megeszed, megrágod, a sokkal többet fogyasztasz, bazd meg, mint amit adnak. Jól tudom, ragadt állat vagyok, de te se laktál volna jó, vele garantálom. Hú! Ja, tekerjük még vissza egy kicsit az időt. Kiderült, hogy nem volt fűtés a szálláson. Ez ugye péntekről, szombatra virradó éjszakáról derült, hogy átfűtés az buzis. Úgyis mindenki szerette a mínusz 40 fokot, meg az abszolút nullát. Én vagyok csak fázós nagy kabátban, meg ilyesmi. Hú! Úgyhogy megesküdtem, hogy vagy ha túlélem az éjszakát több vajzéi jégveremben, akkor szerzek valahonnan valami hősugárzót, és egyébként sikerült olajradiátort szerezni szombat és vasárnap közöttre, úgyhogy túléltem valahogy az egészet, akkor már mertem zuhanyozni is, hogyha kicsit bemelegedett a szoba, mert az jó. Egyébként maga a szállással semmi nem baj nem volt. Azt leszámítva, hogy hát basszus. 25 fok alatt meghal mindenki, nem? Vagy nem? Én legalábbis tuti. Na, jó, lapozzunk vissza, szóval meg volt nagyjából a szombati közvetítés, az igazániból mindenféle nagyobb extra vagy galibba nélkül
lepörgött, lezajlott, ez tök jó volt Isten igazándiból, akkor nyilván azért megint ott voltunk kurva sokáig, mert nem hagyhatod elő a cuccot, össze kell szedni a cuccot, ráadásul átépítették a fél rendezvény helyszínt, ugye arra, hogy az érkezők számára mindegy, tök mindegy átépítették, ott lesznek a befutók, ott lesznek az egyéni befutók, és nyilván emiatt nekünk is át kellett pakolni a kamerákat, az állványokat, újrahúzni a kábeleket, az áramot kivinni, bla 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 bla. Szóval baszott sok ilyen háttérmunka van azzal, hogy most, tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog, hát lefogd a kamerát, jól futnak és lekamerázott, hanem lófaszbazd meg azért. Kurva nagy háttérmunka van mögött, hogy mire odáig eljutsz, hogy élőbe adhatod, viszonyat sok mindennek a háttérbe gyakorlatilag össze kell állnia ehhez. Igen. Na hát és akkor a vasárnap az már mindenki full hulla volt. Ugye nyilván a vasárnapi kelés az megint egy olyan történet volt, hogy mivel nem a szervezőkön, meg nem rajtad múlik, hogy mennyi idő a térkörbe az a szerencsétlen a Balaton körül, ezért nyilván nem mered azt berizikózni, hogy jó, hát alszol még mondjuk akár egy 5-6 órát is, mert mi úgy is fut, mert mi van, hogyha valaki élete teljesítményét futja, és az a gyökér, bazd meg, bizé, beér hamarabb, mint hogy te kimennél, úgyhogy nyilván megint kurva korán ott mindenki kirobogott megcsinálni a közvetítést, várni az első beérkezőket. Én megint megnyertem azt, hogy valamennyit tudtam aludni, úgyhogy az teljesen jó volt. Mentünk ki váltásba. És akkor onnan jött a druk, hogy fussál már be, bazd meg, mert mennénk haza. Tehát hogy gyakorlatilag ugye ez úgy nézett ki, hogy hál' Istennek van ilyen szintidő. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy Béla bácsi elindul és 2 hét alatt körbe bicegi bottal, hanem délután 3-ig kellett beérkezni a futóknak, aki nem ér be délután 3-ig, az gyakorlatilag kuka, nem kapja meg a, mit tudom én, ilyen medált osztogattak, meg szallagot, meg ünneplés, meg fanfár. Úgyhogy gondoljatok bele például abba a szopó rollerbe, hogy szintén egy évig készülsz, kifizeted a 40 ezret, nekiállsz hajnal 3-kor futni, már vagy 26 órája futsz a csém, belerakod a lelkedet, már rég megdöglöttél, bazd meg, és mondjuk még 10 km van hátra, és akkor hát egy TikTok bimbam 15 óra elmúlt, hát akkor haza is mehetsz. És egyébként rengetegen feladták, rengetegen nem értek be, jó, nyilván tök sokan meg beértek, de hogy azért, mit tudom én, a fele az biztos nem ért be. Mondjuk ilyen szinten nem értek be. Na mindent, mi azért rukkoltunk, hogy azért előbb-utóbb most már úgy azért nagyon jó streamálni, nagyon jó közvetíteni, de most már azért így jó lenne akár elszabadulni a helyszínről, mert basszus. Úgyhogy, azért akkor már várta az ember, hogy azért na. Azért jó lenne hazaérni, lezuhanyozni, melegbe lenni, kibaszni a koszos ruhát, stb. Mindegy. És akkor még kitaláltak mindenféle fasságot, nehogy végre legyen, mert ugye 3-kor beért a futó, körülbelül még egy olyan negyed órát ráhúztak egyébként, olyan még pár befutót azért még hagytak befutni. Utána összegyűjtötték az összes embert, egyesével felállították dobogóra, nyekerget több órát a speaker, tartottak egy tombolát, stb., ami biztos kurva jó, meg minden, csak amikor úgy vagy vele, hogy majd még miután vége lesz annak az egésznek, neked össze kell pakolni a cuccot, a cuccal utána még föl kell jönni Pestre, Pesten még ki kell pakolni a cuccot, és majd utána esetleg még haza is érsz, hát akkor az... Szóval egy ilyen... gyakorlatilag ilyen félhalott állapotba leledző Malának sikerült így hazaérnie vasárnap, hát nem tudom hány órára, de öreg este volt, az biztos. Az időpontokkal megint bajba vagyok. Úgyhogy nagyjából így zajlott a hétvége. Én élveztem, rajta volt a bakancs listán, nagyon jó volt. Egyébként ügyesek voltunk, tehát hogy ahhoz képest, hogy olyan emberekkel csináltuk, akik csarnok elsőre látták az egészet, meg hát én is gyakorlatilag, nem nagyon volt
És az, hogy itthon streamelek, az nem túl sokat dobott aladba. Ahhoz képest tök jó volt, megdöntöttük a tavalyi nézettségi rekordjukat. És ha minden jól megy, akkor fognak még hívni egy csomó helyre, amit most tudok, hogy mi van kilátásban. Most az időpontot meg nem mondom, ha agyonvernek se. De lesz valami atlétikai cucc, aztán lesz valami, ez egy napos lesz, valamelyik szombat, nem tudom, hanyadika, vagy hogy. Aztán aztán lesz valami háromnapos ilyen úszó hülyeség, ilyen péntek, szombat, vasárnapos. Meg azt hiszem a... hogy a faszba hívják, ütögetnek egy kis lófaszt a levegőbe. Tollaslabda világbajnokság, mert olyan is van. És az itt lesz Budapesten, a fasz se tudja hol. Ez már azt hiszem, hogy júliusról beszélgetünk, úgyhogy eddig ennyit tudok, úgyhogy fog még kellene menni. Én igazándiból nem bánom. Hát igen, a probléma lényeg, hogy hát ez valamennyire megint csak a streamek rovására fog menni. Viszont a héten mindenféleképpen meg fogok hát nem tudom, lelőjem a poén, mindegy. Végül is a videó címe úgyis az lesz, hogy hétvégi élménybeszámoló. Szerintem túlélitek, hogyha belecsapunk egy kicsit más témába is. Tehát, hogy gyakorlatilag két nagyon fontos dolog fog történni a héten. Egyfelől a hétfőn, amikor kialudtam magam a hétvégi kiküldetés után, az első dolgom az volt, hogy megrendeltem a baszó streamergépet, ami péntekre elméletileg meg lesz. Nyilván nem működő funkcióban, de pénteken már össze lesz rakva. Nyilván föl kell dobni rá egy Windows szoftvereket, OBS-t beállítani, szóval az mondjuk egy nap legalább plusz, mire talán összeáll, de hogy ez most már fix, ki kell fizetni pénteken, jó eséllyel. És legrosszabb esetben nem éri, de minden alkatrész, akkor mondjuk jövő hét elején, de elméletileg pénteken meg lesz a tudsz. Mert arról is kéne csinálni egy videót, hogy malagépér előre. Valamikor, amikor lesz rá időm, majd megcsinálom. A másik nagyon fontos esemény, amire kurvára küldjétek az energiát, mert a streaming szempontból is egy tök nagy előrelépés lenne, úgyhogy gondolom föltűnt, hogy olyan január óta körülbelül így zuhannak a streamidők, és hogyha még streamelek, és akkor is hulla fáradt vagyok. Ez abból adódik, hogy nekem január óta nagyjából úgy néz ki egy nap, hogy 5.45-kor fölkelsz, és hazaérsz mondjuk 6-ra. És ez minden nap így eléggé kiveszi a emberből a erőt, vagy legalábbis belőlem én ilyen nyomor vagyok kiveszi. És meg fogom próbálni a héten összehozni, valószínűleg már holnap, de lehet, hogy csak pénteken, mindegy, ez majd adni fogja magát, de mindenféleképpen a héten megbeszélni azt a főnökséggel, hogy ez az AutoCAD rajzolós dolgot, amit csinálok január óta, ha valaki nem tudná, AutoCAD-be rajzolgatok bankfiókokat amúgy, illetve nem magát a bankfiókot, hanem benne a hálózatot. Ez most igazándiból mindegy, hogy ezt ha csináljam itthonról távmunkában. Nagyon-nagyon-nagyon durván sok idő megsporolódna, amit rá lehetne fordítani újra a streamingre, mert én tök félek tőle, hogy amilyen kevés stream van, meg amilyen minőség, és tényleg alig nézik már gyakorlatilag a mala streamet, ami elég szomorú, tehát mit tudom én, ha valahol tudunk csinálni egy ilyen 50 fős nézettséget, akkor az már tök happy. Hát ez most mit tudom én, hogy viszonyítási alap legyen, mondjuk egy bármilyen Hearthstone Steam-et mondjuk annak idején azért 500 pluszan megnéztek, mit tudom én, egy nagyon menő streamet, meg még akár 1000-en is. Sőt, van most már, amelyik 2000 fölött van, de hát nyilván abban az idő belejátszik. Szóval, hát igazándiból nagyon érezhető, hogyha nem ér el nyomorul streamer, azaz mala, akkor zuhan a nézettség. Na mindegy, szóval, hogyha sikerül ezt most ledumálni valahogy, akkor ugye megmaradna az az idő, amit eddig utazással töltöttem, az egyébként durván napi 3 óra. Számoljátok ki.
az egy héten 5-3-15, az mondjuk még két nap meló, az egy hónapban 8 nap plusz meló, egy évben meg 12x8, az mennyi? 80-96 nap plusz. Amit így vidáman utazol a BKV-n, úgyhogy ez kurva sok. Na mindegy, ezt fogom megpróbálni elintézni a héten, hát egyáltalán nem biztos, hogy sikerül. Nyilván nem rajtam múlik, készülök nagyon tuti érvekkel, amik egyébként mind fullosan jogosak, mindenki jobban járna vele. Úgyhogy, ja, úgyhogy a hét is mozgalmas lesz. Azt tudom, hogy már elmaradt a tegnapi stream is, emiatt azért ne tépjétek le a fejemet, úgyis lefogjátok. Ma még fogászaton is voltam, vissza kellett ragasztani az egyik koronát, mert már megint királlyá koronáztak, de tegnap lejött. Hála a jó Istennek. Nem emiatt maradt el a stream, de 21 óra 12, vagy valami ilyesmi volt, amikor tegnap hazaértem, és úgy voltam vele, hogy már... hogy akkor az már így nem. A mai nap lesz stream, mert most néztem rá az órára, hogy még körülbelül van 10 perc 8-ig. Nagyjából elmondtam, amit el akartam, úgyhogy igazándiból még lesz egy pisi szünet, vakarózok, és akkor ma még tudunk tolni egy streamet. Ha szeretnéd, hogy legyenek ilyen vlogok, mit tudom én, jövő héten is elmondjam, hogy mik történtek, mert egyébként durva dolgok szoktak Malával történni, meg még elég mozgalmas lesz a közeljövőben a tudsz, akkor toljál egy pár lájkot, hogy lássam, hogy van értelme. És hogyha rendszeresen fogunk csinálni ilyen vlogot, akkor előbb-utóbb csinálunk neki valami értelmesebb vagy hátteret, vagy leszedem a green screen, vagy mit tudom én, hogy ne ezt a szart kelljen bámulni egész végig, vagy nem tudom, valahogy azon akkor valamit. Valami kis hozzáadott értéket akkor megpróbálunk majd beleszűrni abba a vlogba. Na, ennyi lett volna. Találkozunk nem sokára a streamben, ha van kedved, nézd meg. Mala voltam. Sziasztok!